A Nőidőben ma egy olyan sokoldalú nő, akit ismerhetünk a médiából, a sajtóból. A nevéhez kötődik a Folkocsma mozgalom, a Rezedai Sodró együttes, újságíró, néptáncos, ügyvezető igazgató, művészeti vezető. De milyen ez a nő, aki Váradi Enikő? Én erre vagyok kíváncsi. Önök? Egy nagyon fontosat és bizalmasat szeretnék kérdezni tőled. És jó lenne, ha őszintén válaszolnál. Igen. Vizsgám mindig süt a nap? Hát nem mindig. Nem mindig, de többnyire igen. Amikor nem esik az eső, akkor süt a nap. És a szívedben, mikor hazajössz? Akkor mindig süt a nap. Épp amikor jöttünk hazafele most is, úgy megdobban mindig a szívem, amikor behajtok Viskre, és meglátom a Várhegyet, akkor mindig úgy erősebben megdobban a szívem. Ezt nem tudom leírni szavakba, de olyan hihetetlen érzés. És akkor érzem, hogy valami más, mert itthon vagyok. Igen, te Visken születtél, azt tudom, de ezen felül is van egy nagyon erős kötődésed Viskhez. Mi ez a viski varázs? Nem tudom ezt úgy megfogalmazni, van bennem egy nagyon erős hazaszeretet, egy tájhoz kötöttség. Nagyon szeretem a tájat, szeretem azt, hogy itthon mindenkit ismerek, hogyha kimegyek az utcára, akkor tudom névről, ismerem a nagymamáját, ismerem a testvérét. Vannak közös kötődési pontjaik, persze ezek már kialakultak azokon a helyeken is, ahol élek, hiszen nagyon sok embert megismertem más településeken is. Mégis valahogy, hogyha Viskre jövök, az mindig más, mindig másabb. Én azt hallottam Viskről, cáfolj meg, hogyha nem igaz, hogy nagyon nehéz betelepülni Viskre. Az, hogy a közösség elfogadjon. Van benne valami igazság, én azt gondolom, mert mind a mai napig élnek itt már olyan emberek, akik mondjuk ide jöttek férhez, vagy ide nősültek, és a mai napig olyan, tehát tudjuk róluk, hogy ők nem viskiek. Én a saját baráti társaságomban látom azt, hogy persze nagyon befogadóak egy darabig, de nem biztos, hogy odáig, hogy el is fogadják azt, hogy ide betelepüljön valaki, és éljen is köztük, arra rá kell szolgálni. És hogyha te rászolgáltál erre a címre, akkor esetleg elfogadnak. Az igaz, hogy Viski csak Viskivel házasodik? Nem tudom, te mennyire vagy bajba ezzel. Én akkor már nagy bajba vagyok. Hát többnyire Viski csak Viskivel házasodik, de azért ez nyilván nem így van. Tehát régebben ez így volt, régebben erősebben kötődtek ehhez, de azért ennek többféle oka is volt, földrajzi oka is van valamilyen szinten szerintem, hiszen azért a beregszászi meg a nagyszülősi járás eléggé messze esik tőlünk. Mi azért itt egy picit el vagyunk különítve, egy ilyen kis szigetcsoportként élünk a Ruszin-tengerben, és nyilván Viski-Viskivel elsősorban, hát egymást látjuk, egymás között élünk. Van, akinek van lehetőség esetleg tanulás révén, vagy munka révén, az megismerkedik a beregszászi járásiakkal, a szőlősi járásiakkal, esetleg ungvári járásiakkal, de még a mai napig az jellemző, hogy inkább Viski-Viskivel, de nem csak Viski-Viskivel, tehát azért ma már nagyon sokan házasodnak, akár Magyarországra, vagy Magyarországon kívül ide, vagy külföldre, vagy Kárpátalja más részére. Egyszer láttam egy felvételt, ahol május 1-én szerenádot adtak neked. Azok viskiek voltak. Lebuktál? Lebuktam, de nem, azok nem viskiek voltak, az Beregszászban volt. Ugye a Sodró együttessel dolgozunk együtt, és a fiúk olyan rendesek és aranyosak, hogy tudják azt, hogy hát Kárpátalján is nagy szokása van ennek, de Visken különösen nagy hagyománya van a május 1-i. Akár szerenádozásnak, akár úgy mondják nálunk, hogy kosárhordásnak, mert nem májfát hordanak a fiúk a lányoknak, hanem ilyenkor hatalmas virágcsokrokat visznek a választott hölgynek, és szerenádot is szoktak húzatni, és így a fiúk azok minden május 1-én, már 3 éve húzatják nekem is a szerenádot. De volt olyan idő, amikor én is kaptam kosarat, persze azt már nem a fiúktól, hanem annó még a régebbi szeretőktől. Viske, nagyon erős a hagyományőrzés. Te a közösségből hoztad ezt a vonalat, vagy génjeidben is hordozod? Én azt gondolom, hogy valamilyen szinten a génjeimben is hordozom, hiszen pont nem olyan, hát egy 5-6 évvel ezelőtt volt bennem az a felismerés, hogy azt a viski táncot, amit előszeretettel táncolok, ma már tanítom is Kárpátalján innen és túl, ott az adatközlő videókon ott van a dédnagymamám és a dédanyomám ikertestvére. Gyakorlatilag az ő táncát tanítjuk, és nem olyan régen Vajdaságban is elvittük ezt a táncot, és a nagymamámnak a motivum világát mutattuk be, tehát figuravilágát mutattuk be, tanítottuk meg. És olyan érdekes volt rádöbbenni arra, hogy gyakorlatilag génjeimben is benne van, de persze hozom ezt, nevet
neveltetésből is, hiszen erősen van a, jelen van a népi kultúra, hagyományozó csoportok vannak, ugye a Pál családnak messze földre neve van, és nekik köszönhetően ismerkedtem meg egyébként a néptánccal a Péter Favit táborokban ezelőtt jó néhány évtizeddel, és hát rabul ejtett ez a világ, és azóta úgy élek vele. A viskieknek vannak saját hagyományaik? Hát ezt most így nem tudom neked megmondani. Szerintem valamilyen szinten picit mindenben másabbak, de olyan nagyon jellegzetesen eltérő hagyomány nincs. Az igaz, hogy az esküvőn ne legyen vőfé, mert ugye viskinek senki nem mondja meg, hogy mikor egyen. Ez igaz, ez viskra nagyon jellegzetes. Volt nálunk is vőfének hagyománya, és volt vőfé kultúra, de aztán így a 20. században ez úgy kihalt, ez a hagyomány. Megunták, és egy idő, és nem is jó szívvel fogadják már. Épp nemrég voltam egy ilyen esküvőn, ahol vőfé volt az esküvőn, és ugye a viskiek, hát olyankor, most viskiesen fogom mondani, poszorogtak, úgy fel voltak háborodva, mert hogy hát nem szeretik, valóban nem szeretjük azt, hogyha megmondják, hogy mikor táncoljunk, mikor együnk, mi azt tudjuk magunktól. Tehát van egy kialakult rend, elmegyünk a templomba, 3 órára ott vagyunk az étteremben, és mulatunk magunktól jó ízűen. Tehát ne kezdjünk el játszani, hogyha mi táncolni szeretnénk. Majd, ha játszani akarunk, fogunk játszani. Ez úgy ott van. Az újságíráson kívül írsz esetleg olyat, amit nem olvashatunk? Egyetemi éveim alatt foglalkoztam versírással. Jelentek is meg műveim Miskolci Irodalmi Rádiónál, meg néhány helyen, de aztán úgy valahogy ez visszaesett. Néha, hogyha olyan lelkiállapotban vagyok, akkor írok magamból dolgokat. Inkább versírás, tehát inkább a líra az, ami közelebb áll hozzám. A próza az nem annyira az én műfajom. A lírát azt nagyon szeretem, de azt nem ilyen profi szinten, tehát nem egy komoly alkotóként, hanem csak ilyen magánrészekre szoktam néha írni. Rengeteg mindennel foglalkozol, egy nagyon sok oldalú nő vagy. Ez nem biztos, hogy jó. No, hát pont ez az. A pasik azok érdekelnek? Hát érdekelnek, csak hát nagyon nehéz ebben az élet ritmusban elhelyezni egy férfit, meg nagyon nehéz megtalálni azt, aki miatt úgy azt mondanád, hogy lemondasz dolgokról. Tehát nyilvánvalóan ezzel nagyon sokat szoktam gondolkozni, és mindig bennem van az, hogy nagyon szívesen letennék dolgokat. Látom azt, hogy ki az, aki folytathatná, csak úgy néha jó lenne tudni, hogy miért hagyod abba. Tehát, hogyha jönne a nagy ő, akkor szerintem nem hiszem, hogy gondolkodnék abban, hogy most mindent ennyire. Vagy csinálnám, de képes lennék valamilyen szintű kompromisszumra. Na most a kérdés az, hogy mikor jön, vagy, mert nyilván, tehát jó, viskán már azt mondják, hogy vényány, tudod, mert aki nem megy a férhez 18, de 22 éves koráig, akkor az már elkönyvelik, hogy kész vényány lett. Persze azért a fejlett nyugati európai civilizációban ez már egy picit másként van, és ott 30 év ott felett még is még nem vagyok vénlány. Igazából annyira nem vagyok megijedve. Vágyom arra, hogy elköteleződjem, de nem szeretném ezt sürgetni. Tehát amikor el fog jönni ennek az ideje, és én hiszem azt, hogy mindennek rendelt ideje van, akkor én ebbe bele fogok állni. Te odaállsz a dolgok mellé, és mész, mint a buldózer. igen, ez jellemző picit rá. Szerinted ez ijesztő a pasiknak? Azért mondtad, hogy hajlamos lennél kompromisszumra? Nem tudom, én néha azt érzem a férfiakon, hogy olyan félénkek. Vagy nem tudnak mit kezdeni azokkal a nőkkel, akik céltudatosak, akik esetleg tudják, hogy mit szeretnének. Lehet, hogy úgy vannak vele, hogy hát már pedig ez lehet egy picit sok nekem. Tudod, valahol mi még úgy szocializálódtunk, hogy a férfi a kenyérkereső, és a nő az mindig háttérben marad. És most ez egy kicsit felborult, ez a rend, és szerintem nem néznek jó szemmel a férfiak erre. Én is azt tapasztalom, hogy nem néznek rá jó szemmel, viszont pont a barátaimmal szoktunk erről nagyon sokat beszélgetni, hogy mennyire idegesítő tud az lenni, hogy az ember lát valamit, tehát látsz valamit, amit meg kell csinálni, meg lehet oldani így, és míg megvárod, míg megoldja, hát addig nem tudom, piros hó fog esni, mert nem jön rá a dolgokra. A férfiak anatómiailag egy kicsit másként vannak összeállítva. Ez nyilván, de hát a nők is. Én Gogola Istvántól tudtam meg azt, hogy
a nőknek a jobb és a bal agyféltekek között van egy kéreg, ami jobban ki van fejlődve. A férfiaknál 18-7-es magzatként a tesztoszteron megöli ezt. Úgyhogy mi több mindenre tudunk odafigyelni egyszerre, míg a férfi nem. És a férfire haragszunk, de igazából ő nem tehet róla. De igazából szerintem minden nő vágyik arra, hogy nő lehessen. Tehát a mai korban megtanulunk nagyon sok olyan dolgot, amit nem biztos, hogy nekünk kellene elvégezni. Egyrészt azért, mert férfi hiány is van, másrészt azért, mert rá vagyunk utalva, hogy megcsináljunk dolgokat, hiszen a környezet, a munka ezt előidéz, hogy meg kell tanulnod csinálni. De én azt gondolom, és szerintem ezt bátran kijelenthetem, legalábbis a nők többségénél, hogy szeretnénk nők lenni. Tehát én szeretnék néha csak úgy felkelni, úgy szeretném, hogyha úgy valaki a tenyerén hordozna, és nem kellene gondolkodnom, és nem lenne annyi felelősség, és csak úgy élvezném azt, hogy nő vagyok, hogy benézhetek a tükörbe, hogy felvehetek egy jó ruhát, és örülhetek a ruhámnak, és elmegyünk, eszünk valamit, és ezek a dolgok, ami az intimitás, ami a finomságot jellemzi, ez úgy jobban része lehetne az életemnek. Sajnos azt tapasztalom, és nem csak magamon, hanem nagyon sok nőn, hogy ez úgy kihaló félbe van, ez a része. Egy kicsit elférfiasodtunk, és a férfiak kicsit elnőjesedtek. Itt harcolunk a feminizmusért, de valahol szerintem mi nők is el tudjuk rontani. Az udvarlást is, mert ma már inkább a nő udvarol a férfinak, a nő fizet, a nő kíséri haza a férfit, és erről mi is tehetünk. Ezt én is így látom, de én ezt egyébként nagyon nem tudok ezzel egyet érteni. Tehát lehet, hogy nekem ez is a problémám, hogy én nem vagyok ez a nagy udvarolós típus. Én nem fogok oda menni egy férfihoz, és akkor szia, járunk, vagy nem tudom. Tehát nekem ez a baj. Ez nekem így nem megy. Én lemaradtam, sokszor szoktam mondani, lemaradtam ebben a Jane Austen korszakban. Nekem ez úgy amikor büszkeség és balítélet, és stb. És nekem szükségem van arra, hogy egy férfi igen, benne legyen a vadász ösztön, és oda jöjjön, és megpróbáljon meghódítani, hogy én fel tudjak nézni arra a férfira. Nekem erre szükségem van, én nem tudok így, csak hogy majd akkor. Tehát, hogy lássam azt benne, hogy csodálhatom valami miatt. Hogy ő is csodál engem, de én is csodálhatom őt. És mi az, ami Isten ments egy férfiban? Hát, mi az, ami Isten ments egy férfiban? Hogy szeressen dolgozni. Tehát azt szerintem, hogyha azt nem tudnám tolerálni, hogy nekem kelljen eltartani egy férfit. Mi az, amit először megnézel egy férfiban? A stílusát. Nagyon fontos nekem a stílus, hogy hogyan van felöltözve. A modorát. Azzal nagyon le tud egyébként venni a lábáról egy jó pasi, hogyha meg nyilván a kisugárzása. Tehát van olyan pasi, hogy lehet, hogy nem annyira helyes, de iszonyatosan jó kisugárzása van. És azzal úgy, és van hozzá társul egy jó modor, akkor kész. Nyert ügy. Nyert ügye van, így van. A kedvenc tanadon technikai problémánk, akkor leesett a láncunk. Ez már extrém sport? Azt gondolom, hogy ez mostantól kezdve mindenképp az, mert a következő feladat az lesz a jövőbeni tervek közül, hogy hogy jutunk ki a tóról a partra. Úgyhogy ne érje a lábunkat a víz, mert hát komoly felszerelések vannak itt velünk, de mindenképp extrém sport. De számodra nem létezik megoldhatatlan, úgyhogy megoldod. Én hiszem azt, hogy nincs lehetetlen, csak tehetetlen. Úgyhogy ezt is meg fogjuk oldani. Valahogy én azt hiszem, hogy mindenképp, de előre fogunk jutni. Ha nem, akkor hátra. Mi a kedvenc sportod ezen kívül? Képzeld el, a golfot nagyon szeretem, mert még soha nem játszottam, de azt mondják, hogy nagyon jó sport. Nekem is nagyon szimpatikusnak tűnik, mert olyan kis nyugodt, annyit lépsz benne, amennyit szeretnél, az ütővel odaigazíthatod magad. De egyébként a teniszt nagyon szeretem, futni is szeretek, hogyha ezt lehet sportnak nevezni. Kosarazni szerettem régen, kosárlabdáztam, ezt nagyon imádtam. Hát a futballban annyira nem vagyok járatos, úgy más dolgokat szoktam benne nézni, mint a férfiak. Én általában a jó férfi hátsókat úgy meg szoktam tekinteni. Szép és a meze. Így, meg a szép a meze, meg úgy rendben van-e, és akkor így ennyiből úgy megáll nekem a foci, de a kosarazást meg a teniszezést azt úgy nagyon szeretem. Nagyon szeretsz vezetni.
Megnyugtat a vezetés, vagy inkább a sebesség miatt, az adrenalin miatt? Szeretem a sebességet, ez nagyon érdekes, mert apukám nagyon szerette a Forma 1-et, és kicsi gyerekkorunk óta mindig ott voltunk mellette, és vasárnaponként az volt a vasárnapi ebéd utáni program, szórakozások esetben, hogyha Forma 1-es nagydíj volt, akkor azt mi mindig néztük. És mindenki szurkolt valakinek, és ugye ebben a nagy időkben, amikor még Michael Schumacher volt a Forma 1-es győztes világbajnok, ugye ő volt természetesen a Ferrari, és én pedig McLaren Mercedes-es voltam, én nekik szurkoltam, és Raikkonennek van is mezem, egy kis Mercedes-es mezem még úgy annó hozott nekem, és így szerintem ez a sebességmánia, sebességszeretet, ez egy picit innen is ered, hogy így a Forma 1-et nagyon szerettük, meg hát most már nem nagyon van időm nézni, de még néha most is megnézek egy-egy nagy díjat, hogyha van rá időm, és ebből adódóan én szeretek vezetni egyébként, nyugtató is, meg úgy szeretem benne azt, hogy mobilis vagyok, és hogy beültem, mentem, csináltam, tehát nem kell valakire várni, valakire támaszkodni, hanem egyedül el tudok jutni A-ból B-be. Nagyon sok meghívásotok van külföldre a Sodró együttessel, a Rezedával. Akkor is vezet? Hát a Sodróval többnyire vezetni szoktam. Ugye 2-3 embernek van kocsija, és én is beletartozom, így abban a megtiszteltetésben részesülök, hogy már 7 úri emberrel dolgozom együtt, mégis én lehetek a sofőrjük sok esetben. Igen, de már úgy egészen hozzá kezdtek szokni a vezetési stílusomhoz. Általában valahogy néha mindig sietünk. Nem mindig, de azért legtöbbször sietünk, és akkor mindig igyekszek egy picit gyorsabban menni, de azért próbálok óvatosan is vezetni, tehát azért nem ez a kamikaze a sofőr. Nagyon sok helyre járunk, nagyon sok helyre megyünk, de hát ahova ilyen külföldi utazásokat nyilván természetesen nem kocsival megyünk, hanem oda repülővel, vagy ahova, ahogy éppen a legkényelmesebben meg tudjuk. Nemrég voltatok Manchesterben. Hogy fogadta a manchesteri néző, az angolok a magyar művészetet? Nagyon tetszik nekik a magyar kultúra, valószínűleg ez annak is köszönhető, hogy azért az ír táncok is valamilyen szinten ilyen erős táncok, persze, és mivel az ott van a szomszédságban közel az ír step tánc, ugye a magyar táncok is hasonlítanak erre, persze teljesen más, de azért mégiscsak van némi hasonlóság. Gondolom ez is közre játszott, de nagyon jól fogadják pozitívan, érdekli őket, tetszik nekik, és ez számunkra egy ilyen hihetetlen élmény volt, hogy egy nem megszokott, tehát nem magyar közegben, főként ugye egy nemzetközi közegben a magyar népi kultúrának ilyen szeretete van, ilyen fogadtatása. Nagyon szeretsz utazni. Te egy nagy kalandor vagy, én úgy tudom. Hát annyira nagyon nem, de azért igen, szeretek utazni. Vonzanak a különleges helyek. Nagy vágyam egyébként, hogy egyszer eljussak Indiába. Meg Ázsia is nagyon, nagyon vonz, Ázsia különböző helyei. De India az különösen az indiai világ. A kultúrája miatt és a gasztronómiája miatt, az épített öröksége miatt. Voltam néhány helyen, Törökország, Egyiptom, ez így ilyen saját magánutakból, Olaszország, Európában több helyen, és úgy tengeren túlon, még óceánon túlon úgy még igazából nem, de bízom benne, hogy sikerülni fog. Kedvenc helyed? Hát az eddigiek alapján kedvenc helyem. Olaszországot nagyon szerettem, Rómát, Velencének is van egy különlegessége. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon romantikus város, és nagyon sok jó dolgot el lehet képzelni. Az olasz mentalitást azt úgy szeretem, azt úgy szerettem benne lenni, de igazából például a hollandokat is szerettem, tehát voltam kint annó gimnázium éveim alatt Hollandiában, családnál is laktunk, jártunk suliba, és azokat az időket is úgy nagyon szerettem, az úgy egy más világ volt. Németország nekem egy picit olyan, nem, kicsit hideg, igen, nem az én világom, talán azt tudnám mondani. A családodban nagyon sok nő van. Ez így van. És én azt hallottam, hogy te Törökországban nagymamáddal utaztál. Igen, hát tudni kell Nagyiról, hogy ő egy szuper nagy, és ilyen bevállalós nagymamánk van, nagyon-nagyon szeretjük mindenki az egész családból, és úgy felvetettem, hogy mit szólna hozzá, azt 70-en felül van már, és úgy mondtam neki, hogy mit szólna hozzá, hogyha esetleg elmennénk Törökországba, és az úgy nem gondolkodott rajta sokat, azt mondta, hogy jól van, fiam, menjünk, vágjunk bele. Aztán így csatlakozott még hozzánk a kisebbik húgom, és így elmentünk egy nyáron törökországi nyaralásra. Igazából nagyon élvezte, imádta az egészet, benne volt mindenben, jött velünk, partra mentünk, kirándulni, extrém sportolni jött utánunk, úgyhogy nagyon, nagyon remek élmény volt vele. Én egyébként vallom azt, hogy nagyon keveset vagyok otthon, mert mindig valamerre utazni kell, meg menni kell, de én számomra ezek a pillanatok, ezek nagyon fontosak, hogy néha minőségi időt tudjak tölteni a családommal, a szüleimmel, a nagyszüleimmel, ameddig még vannak. Úgyhogy igazából nekem ezek minden pénzt megéljenek, csak hogy így néha együtt lehessek velük. Ameddig még vannak, ameddig és még vár vannak. A húsleves. Így, és vár a nagyi húslevese. Az nem igaz, hogy te csak a húslevest és a rántott húst szereted.
És nagyon hagyományos vagy. Hát nem teljes mértékben, de a húslevest azt nagyon szeretem, tehát a húsleves, ha egy jó húslevessel le tudnak venni, bárki le tud venni a lábamról, a húsleves az minden mennyiségben jöhet, a ráncos hús is az, mondjuk azt tudni kell, hogy én főzni azt, hogy nagyon ritkán szoktam főzni, az egyik azért, mert nem is nagyon van rá ide, a másik pedig hát nem kimondottan szeretek annyira főzni, nincs igazán olyan nagy türelmem hozzá, de múltkor úgy megfogalmazódott bennem, hogyha van kiért, akkor úgy nekiülök. Mostanában magamtól is úgy néha szoktam dolgokat összeütni, de igazából szerintem nekem a főzés az annak kell, hogy legyen valami motivációja, hogy ki miatt csinálom, miért csinálom a főzést, de ettől függetlenül szeretek jókat enni, finomakat enni. Nagyon sokat láthatunk népi ruhában. A népi ruhán kívül, hogyha divatról beszélünk, akkor mi az, amit szeretsz? Hát igazából én nagyon szeretek öltözködni, órákat vagyok képes ülni a tükör előtt, és van úgy, hogy mit tudom én, felveszek 3 vagy 4 szett ruhát, és aztán elindulok, mert minden készen van, ott vagyok az ajtónál, és visszafordulok, hogy nem, mégsem. Valami nem jó, és nem érzem benne jól magam, és borzasztóan tud frusztrálni, hogyha olyan ruhát veszek fel, ami esetleg hangulat ingadozásom van napközben, és tehát ebből a szempontból picit azt szokták mondani, hogy bogaras vagyok, de igen, nagyon szeretek öltözködni, szeretek vásárolni, le is nyugtat. Én azt gondolom, hogy a nőknek a vásárlás az egy kikapcsolódás, az nem csak nem egy sport, az egy kikapcsolódás, számomra egy kikapcsolódás a vásárlás, elmegyek, elfeledkezek mindenről, és az alatt a fél óra, esetleg másfél óra, 2 óra, vagy 3 óra alatt csak azzal foglalkozok, hogy most vásárolok, és minden teher olyankor úgy egy kicsit úgy lemegy a vállamról, és olyan jól érzem magam, hogyha találtam valami olyat, ami fú, igen, ez most úgy érzem, hogy ez majd kicsit bővíti a ruhatáramat. Igazából az elegánsabb vonalakat szeretem, hát a nagy divattervező, az ismert divattervező, a Coco Chanel az nagy, hát olyan szempontból példaképpen, hogy nagyon szeretem ezeket a kis kosztümjeit, amelyeket ő létrehozott, és nagy álmom, hogy abból minél többet beszerezzek. De egyébként meg nem vagyok ez az őrült divatmániás, hogy akkor minden évben divattrendeket nézem, és akkor ahogy a divat diktálja, úgy öltözök, nem? Igazából én azt gondolom, hogy minden jól áll az embernek, amit úgy érez, hogy jól áll rajta. Tehát ami szimbiózisban van a lelkével. Amiben szerintem jól érzi magát. Igen. Tehát az szépé teszi. Úgyhogy persze szoktam követni, néha megnézek egy-egy divatlapot, de úgy nem követem tudatosan a divatot. Tehát ami megtetszik, azt veszem fel. Halmozod a ruhákat? Rengeteg van, és van olyan, amiket soha nem veszel fel? Sajnos van ilyen is. Nagy kalapmániás vagyok egyébként, rengeteg kalapom van, azokat úgy gyűjtöm. Meg hát nagyon sok ruhám van most, éppen pont azzal küzdök, én néhány napja pakolgattam a ruháimat, és most megint venni kell még egy szekrény, de hát már annyi szekrényt vettem, hogy nem tudom őket hova tenni. És közben fogadjunk, semmi ruhád nincs. És folyamatosan azzal küzdök, hogy nincs mit felvenni, de szerintem ez nem csak nálam ilyen, hanem általában a nők nagy része ezzel küzd, úgyhogy szerintem ez egy női betegség, hogy nincs mit felvenni, én is folyamatosan így vagyok vele, hogy nincs mit felvenni, nem tudom, mit vegyek fel, tele van a szekrény, de pont ami benne van, az valahogy nem az, ami kéne. Na de ruha ide, divat oda, a tánc a legszenvedélyesebb művészet? Én azt gondolom, hogy igen, és lehet, hogy most velem fognak vitatkozni a színészek, vagy esetleg a zenészek. Én azt gondolom, hogy a táncban hihetetlen nagy szenvedély és érzelem van. Annyira mély, belső erő és szenvedély jön elő belőle, ami talán egy prózai vagy egy énekben annyira úgy nem tud előtörni, hiszen ezt az intimitást, ez két ember a test részeivel adja át a másiknak, és adja ki a külvilág felé. Szóval én ezt vallom, hogy szerintem a tánc az egy iszonyat szenvedélyes művészet. És nem, tehát ugye nyilván a néptánc az egy kicsit visszafogottabb, de azért annak is vannak ilyen részei, ahol ezek meg tudnak jelenni. Én ezzel nem vitatkozom. Uraim, ne feledjék! Éljenek a nők!